Sziasztok! Amint látjátok, fantasztikus időnk van, szakad az eső, de szerencsére kaptam egy ilyen menő, ez alatt egy ilyen esőkabátot. Ez alatt van egy pulcsi, meg egy lenge pulcsi, szóval így nem fázok, és most eljöttem, vettem mai napi jegyet, úgyhogy most nagyon nagyságos asszonynak érzem magam, és eljöttem most egy ilyen helyre, aminek az a neve, hogy Nordbergveien, igen, és itt vannak ilyen kis picike kis házak. Ez nagyon király. Ott meg fönt meg vannak a nagyobb cuki házak. Ott volt egy... Oh! Ezt szerintem videóra is vettem, ott volt egy őzike. Csinált rólam egy fotót, és azt mondta, hogy ez egy ilyen nyaraló övezet, szóval most nem lakik itt senki, olyan október körül itt elterják a vizet a házakban, igaz, hogy mondjuk a lámpa az világít egyébként, szóval én azt gondoltam, hogy laknak itt, de azt mondta, hogy nem, ez nyáron van, és hát azt is mondta, hogy nagyon nehéz itt már házat szerezni, mert mindenki így, minden így be van így lakva itt. Bejöttem a városba ingyenes lehetőségek után kutatni. Az első ingyenes lehetőség az az Oszlói Operaház, aminek fel lehet menni a tetejére, oda fogok én majd most felgyalogolni. Gyalogolnak fel az emberek, ott látjátok. Szakad az eső, és ó, de szép az a hajó. Szakad az eső, fúj a szél, de nem baj. Attól még minden tökéletes. Na már felét megmásztam. Igen. Ingyenes, ezt a telefontokat le fogom cserélni, és megoldottam a sál problémát, ide leraktam a táskám zsinórjába a sálat, és így nem fújja el a szél. Ez az épület itt a parlament, ez egy hotel, neki vannak szépen világítva, van egy csípája, hát ilyen főtér jellegű, tudjátok. Itt is ilyen oroszlán van. Nagyon jól néz ki egyébként, nekem tetszik. Ide ki van írva a parlament elé, hogy február 22-től június 20-áig szerveznek ingyenes vezetési túrákat, kivéve április 11-es május 30, 10 órától 11:30-ig, csak angol nyelven van, teljesen ingyenes, nem kell rá bookingolni, hanem amennyi. Aki előbb ideér, az mehet be először, maximum 30 ember. És igen, ennyi a lényeg, 5 fő alatt nem tartják meg. Szóval ezt jó, ha tudjátok, hogyha akkor jöttök, hogy ez is egy ingyenes lehetőség, 10 órától 11:30-ig, csak gyertek ide előtte, mert csak az első 30-at engedik be. Szóval ez itt az Oszlói Városháza. Nincs sok időm, mert 3 órakor megy egy hajó, amit még el szeretnék érni, és van körülbelül 10 percem, úgyhogy ezen most így végig rohanok gyorsan. Teljesen ingyenes a belépés, és ingyenes a mosdó is. Az a hajó, ami érvényes a napi jeggyel, én annál próbálkoztam, de arra még rá kellett volna fizetni 62 koronát. Mondtam, hogy köszi, de nem. És most 4 órakor megy az utolsó, mindig meg kell nézni majd a menetrendet, amikor jöttök, szerintem nyáron sokkal több megy. És ott, ahol megy az a nő, ott kell hátra gyarogolni, és ott lesz, és ezekre a fjordokra fog vinni. Viszont én nem fogok kiszállni, hanem csak megnézem, bár sokat nem fogok látni sajnos már, de azért így is jó lesz, remélem. Kijöttem a tetejére, így azért látszik minden. Nem onnan lentről kell nézni. Meghoztam a havat, meg a napsütést is Oszlóba, mert
Mikor megérkeztem tegnap este, akkor esett a hó, és egészen kb. Mostanáig esett most, tehát úgyhogy most pont szuper-szuper idő van, aminek nagyon örülök.